Több a kanizsaiakat is érintő vasútvonalon ideiglenes járványügyi menetrend lépett életbe. Szombathely és Nagykanizsa között három vonatpár esetében is másik szerelvénybe kell átszállni az Alacentivánon. és barcs között június 6-ától naponta két vonatpár közlekedik, a többi járat helyett portlóbuszok járnak az érintett szakaszokon. Az átszervezéssel kapcsolatban stábunk megkereste a Magyar Államvasutak ZRT Kommunikációs Igazgatóságát. A közlekedési társaság válaszát változtatás nélkül közöljük. A közösségi közlekedési hálózaton a járványhelyzet jelentősen visszavetette az utasforgalmat, ezért 2020. június 6-ától több vasútvonalon ideiglenes járványügyi menetrend lép életbe. A járatok egy része helyett pótlobuszok szállítják az utasokat. A változások a vonaton utazók nagyjából 4%-át érintik. A vasútársaság a megrendelő minisztériummal közösen folyamatosan figyelemmel fogja kísérni a járatok utasforgalmát. Szükség esetén felülvizsgálja majd a pandémiás készültségben alkalmazott ideiglenes járványügyi menetrendeket, rugalmasan alakítva a biztosított kapacitásokat. Az előírt védő távolság a buszokon is betartható, hiszen a viszonylatokon közlekedő vonatok átlagos utasforgalma nem éri el a 10 főt, 11 vonal esetében pedig legfeljebb két fő.